Reptér. A Magyar Hang külpolitikai podcastja Balogh Rolanddal. Ha kedd, akkor már megszokhatták, hogy érkezik a Reptér, a Magyar Hang külpolitikai háttérműsora. Eheti témánk a globális, illetve a térségi infláció, illetve gazdasági kilátások. Vendégem pedig Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Üdvözlöm a műsorban! Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát kezdjük ugye infláció, csak erről az egy kérdésről órákat beszélgethetnénk, de ha megnézzük a legfrissebb májusi adatokat, akkor abból az derül ki, hogy az EU-n belül Magyarország vezeti 21,5%-kal, az előző hónapban 24%-os volt az infláció, ennél gyakorlatilag csak a török infláció az, amely magasabb. A többi országban, és egyébként ha végignézünk a régiós országokon is, a Baltikumtól a Balkánig, gyakorlatilag fele, legrosszabb esetben fele az infláció annak, mint a magyar. Kezdenénk azzal, hogy ha nagy összességében nézzük, akkor ennek mi az oka, miből áll össze, hogy nálunk ennyire durva a helyzet? Nagyon összetett ez a történet. Én azt gondolom, hogy nem lehet csupán egyetlen egy dologra ráhúzni ezt az egészet. És ráadásul nem is arról kell beszéljünk, hogy itt az elmúlt pár hónapban történt valamit. Egészen sokáig vissza kell mennünk, én azt gondolom, hogy nagyjából elkezdhessük megérteni azt, hogy miben különbözik ennyire most a magyar infláció. Ugye az egyik legfontosabb történet az az, hogy egész egyszerűen a magyar gazdaság politika az elmúlt években arra tette föl mindenét, hogy a magyar gazdaság felzárkózását segítse. Ez azt jelenti, hogy amennyire csak lehetséges, egy dinamikus növekedési pályán tartsa a magyar gazdaságot, amelynek természetesen, mint minden másnak, vannak mellékhatásai is. És ugye, amikor egy ilyen korszakban próbálunk gazdaságot ösztönözni, amikor gyakorlatilag minimális infláció van, ugye hosszú ideig, hogy olyan időszakban volt nem csak Magyarország, hanem a régió, meg az egész Európai Unió gyakorlatilag, ahol nagyon-nagyon alacsony, lényegében zéró kamat környezetben, minimális inflációval bővültek a gazdaságok. Tehát gyakorlatilag egy ilyen elképzelhetetlenül ideális állapot alakult ki. És nyilván ezt meg lehetett próbálni kihasználni azzal, hogy akkor a gazdaságpolitika ösztönözte a növekedést, mert láthatóan nem igazán jött belőle infláció egy darabig. Aztán pont mielőtt beütött a Covid-válság, pont akkor már elkezdett a magyar infláció egyre erőteljesebben fölfelé szaladni, a szolgáltatások egyre durvábban drágultak, de nyilván itt még nem ezt a mostani 20% körüli számokról beszélünk, csak ugye nullás inflációs környezethez képest elindult az infláció, és már akkor Magyarország elkezdett egy kicsikét elválni a régiótól, még elválni az Európai Uniótól. Csak aztán ebből nem érzékeltünk semmit, mert bejött ugye a koronavírus, az azt követő hát gazdasági gyors összeomlás, majd a felpattanás, és igazániból ez egy jó darabig elmaszkolta ezt a fajta strukturális inflációs nyomást, ami már egyébként olyan 2018-19 környéken jelen volt a magyar gazdaságban. És ezekre, mint egy hagymának különböző rétegei rakódtak rá aztán a különböző tételek, ugye a Covid utáni újranyitás, az azt követő még mindig korlátos kínálat, nagyon erőteljes kereslet a magyar gazdaságban, és akkor ugye jött egy energiasok, ez még az első a koronavírus utáni újranyitást követő energiasok volt, ami globálisan jelentkezett, nem csak Európában. Ez is megint elkezdte fölnyomni a költségeket. Magyarországon egyre akutabb lett a munkaerőhiány, egyre komolyabb volt a bérnövekedés, a kormányzat is gyakorlatilag nagyon komoly bérnövekedési szándékkal állt el, ugye a minimál béremelések révén hát gyakorlatilag megadta az irányt, hogy merre is kellene menni, és már ebből fakadóan alakult ki egy komolyabban felfelé erősülő inflációs nyomás, és akkor erre jött rá aztán végül ugye 2022 elején a kormányzati költekezés, ami megint csak többletkeresletet generált a magyar gazdaságban, szemben a még mindig botladozó kínálattal, és hát ebben a helyzetben bizony működött a piac, működött az, hogyha azt látják bizony az eladók, hogy rengeteg vevő van, rengeteg pénzzel,
hát akkor gyakorlatilag megszűnik az a fajta árverseny, akkor lehet emelni az árakat, az elmúlt évek költségnövekményét át lehet hárítani a fogyasztóra, hiszen gyakorlatilag mindent is megvesznek, mert van pénz, van kereslet, lehet bőven gyakorlatilag itt marzsokat növelni, de ez már eleve elindult egy ilyen helyzetet, és akkor erre jött rá a háború okozta sok energia oldalon, élelmiszer oldalon, és gyakorlatilag alakult ki aztán ebből egyfajta olyan öngerjesztő folyamat, ami igazániból lényegében egy ilyen 25%-os inflációs környezetben öltött testet, és mondom, ennek még voltak azért különböző mellékszálai, mellékzöngéi, ami miatt gyakorlatilag aztán Magyarországot ennyire kiemelhetjük, nem csak a régióban, hanem az egész Európai Unióból inflációs tekintetben. Egy picit ugye ez az inflációs dolog, és hogy Magyarország ennyire kiemelkedik, azért is lehet ilyen meglepő, vagy hogy mondjam, első pillantásra furcsa, és ugye sokan, tényleg én is azt kérdezem, hogy miközben egyébként Ukrajnát sújtja egy orosz invázió, Ukrajnában a májusi infláció 15,3%-os volt nálunk, meg ugye az említett 21,5%. És ugye, hogyha megnézzük az inflációs görbéket, akkor mindenhol azt lehetett látni, hogy itt a háború után Európában megugrott mindenhol. Na, nem azt mondom, hogy egyenletesen, de nagyjából mindenhol megugrott, és nagyjából mindegyik egy hasonló pályát járt le, hogy valamikor tavaly évvége fele volt a zenit, és azóta van egyfajta zuhanó pálya. Na most akkor ezek szerint nálunk azért ilyen extra durva nagy, mert nálunk volt az embereknek a legtöbb pénze költeni, vagy ezt hogy képzeljük el? Gyakorlatilag mielőtt belefutottunk ebbe az egész háborúba, igen, valóban az a helyzet, hogy nálunk volt a legjobban szétnyíva a kereslet és kínálat közötti olló. Tehát igazániból ez okozott már egy nagyon komoly alap problémát, ugyanis nyilván egy folyamatos gazdaság ösztönzés ment a magyar gazdaságban, nagyon-nagyon sok pénzt toltak be a különböző gazdasági szereplők, gazdaságpolitikai szereplők ebbe az egész gazdaságban, legyen szó a jegybankról, legyen szó akár a költségvetési politikáról, és alapvetően ez nagyon sokáig nem működik, tehát hogy anélkül nem lehet pénzt teremteni, hogy egyszer csak abból ne legyen infláció, bár elhittük, hogy a babis hús nagyon sokáig a 2008-9-es válságot követően meg a nullás kamat környezet idején azt gondoltuk majdnem egy évtizeden keresztül, hogy hát kérem szépen, itt teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, lehet pénzt nyomtatni látástól vakulásig, nem lesz belőle infláció. Aztán kellett egyszer csak egy olyan típusú sok a világban, ami aztán végül visszabillentette az egyensúlyt, és megjelentek az inflációk mindenhol gyakorlatilag a világban, és nyilván ezzel a helyrebillenéssel az is bekövetkezett, hogy ahol a legjobban felborult ez a kereslet-kínálati egyensúly, ott jelentkezett a legmarkánsabban az infláció. De van még egy nagyon fontos tényező, inkább azt mondom, még két nagyon fontos tényező. Az egyik, ami miatt Magyarország ennyire kilóg a sorból, az maga a fizetőeszközünk. Hogyha megnézzük, hogy miként változtak a régiós fizetőeszközöknek az árfolyamai, akkor azt látjuk, hogy a magyar forint masszívan túl teljesítő volt 2022 folyamán. Csak hogy ezt valamennyire érzékelni tudjuk, hogyha megnézzük 2022-ben, amikor legerősebb volt a forint, tehát még a háború kitörése előtti időszakban, és megnézzük azt, amikor elérte a leggyengébb pontját az euróval szemben, a kettő között nagyjából egy 25%-os gyengüléstől beszélünk. Hogyha ezt nem az euróval szemben, hanem a dollárral szemben nézzük, tehát a dollár-forint árfolyamot vizsgáljuk, ott olyan 45%-os a leértékelődése a forintnak. Most, ha egy olyan országról beszélünk, ami kicsi ország, nyitott gazdasággal rendelkezik, nagyon masszívan export és import orientált, akkor innentől kezdve, amikor ilyen mértékű árfolyam sokkokról beszélünk, ami gyakorlatilag nem azt mondom, hogy példátlan, de azért a modern európai gazdaság történetben nem sűrűn fordul elő ilyen mértékű árfolyam sok, most nyilván Törökországot ne vegyük ide, de hogy alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon extra hatást jelentett, és ezen keresztül természetesen megint csak megjelent az infláció a magyar gazdaságban. Tehát ez az egyik nagyon fontos tényező, ami még inkább különcé teszi a magyar infláció sztorit. A másik pedig abban rejlik,
hogy nagyon sokáig, és ugye itt említette már azt, hogy kicsit másnak tűnik az inflációs pálya, meg annak a lefutása. Nos, ez pont abból fakad, hogy a kormány nagyon sokáig megpróbáltam gyakorlatilag, ha úgy tetszik, a süllyedő csónakból egy nagy vödörrel merni kifelé a vizet. Ugye a különböző árstopp intézkedések, meg a rezsicsökkentés fenntartása, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező és olyan gazdaságpolitikai beavatkozás volt, ami azt a sokkot, ami Európát egyszer érintette, azt Magyarországon elnyújtotta. Tehát volt egyfajta védőháló, ami ideig óráig működött, csak aztán ezt fel kellett adni, mert megint csak a piac győzött. Ugye ennek a legadekvátabb példája, amikor december elején az emberek nem tudtak tankolni, mert működött a piac. Hogyha nem lehet gyakorlatilag piaci áron eladni az üzemanyagot, akkor nem fogom drágában importálni. Elfogyott az országban az eladható üzemanyag, és gyakorlatilag egy ilyen üzemanyag hiányos állapot lépett fel, és el kellett engedni az üzemanyag ársapkát. És más tekintetben is, például a rezsicsökkentés fenntartása a költségvetést borította fel nagyon-nagyon masszívan. Azt is el kellett engedni. Tehát szépen lassan azok a védő lépések, amelyek valamennyire eltorzították a magyar inflációs pályát. Tehát amikor megjött az első sok, Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb az infláció, minden máshol nagyon gyorsan fölpattant. Viszont ideig óraig ezt lehetett tartani, csak amikor egészen elfogyott már a puskakor, és el kellett engedni ezeket az intézkedéseket, akkor ez viszont egy ilyen teljesen aszinkron, teljesen Európából egy nem szinkronizált sokkot hozott, így Magyarország elkezdett persze felfelé kilógni, nálunk később jelentkeztek ezek a hatások. Ez kicsit olyan, mint hogy feszítjük az éjjel, feszítjük, egyszer csak elpattan. És ezt látjuk Magyarországon, hogy még mások korábban túlmentek a zeniten, és már jönnek lefelé. Nálunk ugye itt a túlfeszítés miatt egyszer csak megjelent az infláció, jóval később, jóval magasabbra pattant, de a jó hír az, hogy pont ugyanezek miatt sokkal gyorsabban fog lejönni az infláció, mint más országokban, és nagyjából legyen másfél-két éves időtávon megint mindenki ugyanott lesz, nagyjából reményeink szerint a 2-3%-os inflációs cél közelében. Tehát ez egy átmeneti periódusnak tekinthető, de mondom, nagyon-nagyon sok olyan addicionális tényező van, ami az amplitúdóját ennek a kilengésnek megváltoztatta, meg persze magát az időzítését is. Hát egy kicsit belemegyünk az amplitúdókba, és amit sokan sokszor mondtak már, ugye az ástoppok kérdése, és most ezzel gyakorlatilag párhuzamosan a június 1-ével bevezetett kötelező akció. Ugye gyakorlatilag bárhova néztünk, bármit olvastunk, vagy bárki gyakorlatilag megszólalt a kormányon kívül gazdasági szereplők erről a dologról, mindenki negatívan állt a dologhoz, hogy ez csak tovább rontja a helyzetet, és másra terelődik át az a haszon, ami ezzel kiesik a kereskedőknél. Na most, ha egy kicsit belenézünk, ezek az ástoppok mennyire rontottak, mennyire húzzák el a magyar inflációt, illetve a pénzromlást, illetve ezek a kötelező akciók mennyire rontatják ezt el? Hogyha a közgazdás szemüvegét veszem föl, és elsősorban a makrogazdasági szempontból nézem ezt a helyzetet, akkor nagyjából én is ugyanazt látom, amit mindenki más, még pedig azt, hogy alapvetően egy ilyen rendszerben, amikor csak bizonyos termékeket próbálunk meg árszabályozni, akkor alapvetően más helyeken egész egyszerűen megjelenik az inflációs hatás. Ha kötelező 1-2-8 terméket nekem rögzített áron adni, ami masszív veszteséget termelek, de a többi 5842 darab terméket senki nem ellenőrzi, mert nyilván nem ellenőrzi, akkor szépen arra kis pici lépésekben, de hozzá lehet adni azt a többlet árat, amivel én a veszteségemet kompenzálni tudom. És ha mindenkit azonos sokkok érnek, tehát mindenkinek ezt a szabályt be kell tartania, nagyjából mindenki ugyanúgy fog viselkedni, tehát engem kvázi nem ér versenyhátrány azért, mert mondjuk más termékekre áthárítom ezeket az emelkedő költségeket. És jól látható megint csak az, hogy bizony a piac az működik. Tehát, hogy bármennyire is próbáljuk nagyon sok szempontból elfelejteni, hogy van ez a láthatatlan kéz, van az a dolog, hogy piac, ez tényleg van. Tehát, hogy időről időre megpróbáljuk elhinni azt, hogy nincsen, de valahogy
ez mindig visszatér, és mindig elkezd magának utat törni gyakorlatilag a piacgazdaság, egy ilyen helyzetben nyilván egy magasabb inflációban. De hogy ne rébuszokba beszéljek, a Magyar Nemzeti Bank készítette erre egy saját kutatást. Én ezt nem szeretném igazániból szentírásnak beállítani, ez egy számítás. Ők ezt kiszámolták, és azt mondták, hogy nagyjából legyen 3-4 százalék pontot hozzáadott az inflációhoz ez az ársapka. Félreértés ne essék, önmagában egyébként az ársapka nem egy ördögtől való intézmény. Lehet ezt használni, csak nem olyan sokáig, és nem olyan mértékben, mint ahogy azt Magyarországon használtuk. És itt megint csak vissza tudnék utalni az üzemanyag ár sapka kérdésére, ahol egész egyszerűen utat tört magának a valóság, és egész egyszerűen felborult a kereslet kínálat, és el kellett engedni. Tehát gyakorlatilag itt megint csak arról beszélünk, hogy tud működni az ársapka, de nagyon rövid ideig érdemes ezt használni, hiszen ugyanúgy, mint egy gyógyszer esetében, hogyha túllépjük a megadott felhasználási időt, hogyha azt mondják, hogy egy 3 hónapos kúra, szedhetem én 12 hónapig, de előbb-utóbb mellékhatásai lesznek. És pontosan ugyanezt látjuk visszatükröződni gyakorlatilag a magyar gazdaságban is, és itt a mellékhatás az gyakorlatilag egy többleti infláció volt. Viszont most leveszem a közgazdász szemüvegemet, és fölveszem a politikus, gazdaságpolitikus, szociológus szemüveget. És ezek alapján azt kell mondjam, hogy ezek az ársapkák, meg a kötelező akciók egyébként, ezeket nem lehet gazdaságpolitikai intézkedésként értelmezni. Ezek politikai termékek. Ezek politikai termékek, és gyakorlatilag szociológiai intézkedések. Hiszen bár ezt úgy adjuk el, hogy ez fékezi az inflációt, ha megnézzük a statisztikát, nem, ez nem így történt, viszont valóban voltak olyan részei a társadalomnak, azok a leszakadó rétegek, amelyek számára ez igenis kulcsfontosságú intézkedés vagy lépéssorozat, hiszen számukra ez lehetőséget teremt arra, hogy olcsóbban tudjanak megvásárolni termékeket, már ameddig az a termék rendelkezésre áll természetesen, ugye ez a nagy problémája ezeknek az intézkedéseknek. Tehát ebből a szempontból értelmezhető az intézkedés, ugyanígy a kötelező akciók is értelmezhetőek, hiszen nyilván nem mindenhol, nem mindenki számára, nem azonos feltételek mellett lesznek elérhetőek ezek az akciók, nem is biztos, hogy pont azokat a termékeket érinti majd, amelyet a központi statisztikai hivatal mindig és minden körülmények között felmér. Tehát alapvetően ennek a klasszikus statisztikai értelembe vett infláció csökkentő hatása nem biztos, hogy lesz. De ha már azt elérjük politikai, gazdaságpolitikai, szociológiai szemmel, hogy azok, akik rászorulnak, lehetőségük legyen olcsóbban vásárolni, a szűkös fizetésükből jobban ki tudjanak jönni, ez már egy fél siker, hiszen akkor az ő inflációs érzetük már nem olyan jelentős. Amikor árvárakozásokról beszélünk, ami meghatározza mondjuk a bérköveteléseket, nagyon nem mindegy. Én a boltban azt látom, hogy tudok olcsóbban vásárolni, vagy azt látom, hogy még mindig minden jóval drágább, még mindig folyamatosan minden drágul, és innentől kezdve én nekem is magasabb lesz a bérkövetelésem, ami aztán költségnövekedést jelent nyilván a vállalatoknak, amiben megint infláció lesz, tehát ez a klasszikus árbér spirál elindul. Tehát ebből a szempontból is, hogyha nézzük akár ezeket a kötelező akciókat, lehet, hogy ez ilyen nagyon általánosan kiragad egy infláció csökkentő lépés, de valójában ez egy olyan beavatkozás, ami csak indirekt módon a várakozásokon keresztül lehet majd képes fékezni az inflációt, talán nagyon minimális mértékben ezért a statisztikai értelemben vett mutatót is húzhatja lefelé, de hogy alapvetően ennek sokkal inkább egy ilyen szociológiai színezete van, mikrogazdasági, ha úgy tetszik, semmint makrogazdasági. Tehát pont ezért szép egyébként ez a szakma, mert nagyon sok szemüveget föl lehet venni, és más szempontból is lehet ezeket a kérdéseket értékelni. De valóban, hogyha csak is kizárólag azt mondjuk, hogy ezt közgazdasági hivatalos inflációs mutató szemmel nézzük, akkor itt bizony ennek sajnos voltak olyan mellékhatásai, és előfordulhatnak még olyan mellékhatásai minden egyes ilyen nem feltétlenül piackonform beavatkozásnak, amire nem biztos, hogy most gondolunk, nem is biztos, hogy bárki gondolta, de mégis lesznek rossz mellékhatásai.
Mondjuk, hogy is mondjam, lélektanilag a vérkövetelésekbe például az is bele játszott, hogy amikor kijönnek a statisztikai hivatalnak azok az adatai, hogy adott hónapban mennyi volt az országos nettóbér, és mindenki fölordul, hogy de hogy, hát az nem lehet, hát ilyen magas, senki nem keres ennyit, szóval igen, valóban sok összetevője lett. Egy picit maradva még az inflációnál, és specifikusan, ami kifejezetten durvának tűnt, és szerintem talán rendszerváltás óta nem tapasztalt senki ilyet, az ugye az élelmiszer árinfláció volt, és ez különösen azért érdekes Magyarország tekintetében, mert hát ugye gyakorlatilag generációk nőttek föl, hogy hát mi egy tökéletesen, fantasztikusan működő agrárország vagyunk, amely nem csak Magyarország területét, hanem akár Közép-Európát is el tudná látni élelmiszerrel. Ehhez képest azt látjuk, hogy gyakorlatilag ilyen 40, most legutóbb 39 azelőtt, vagy most 34 azelőtt 39% volt az élelmiszer árinfláció, és ebben messze-messze megint éllovasok vagyunk Európában, egyedül Törökország az, ahol ugye az 53% most ez a mutató, hogy tudom, hogy ennek is nagyon sok oka van, de ez mit mutat a magyar agráriumról, vagy mit lehet látni, vagy ez mi okozza ezt? Ez megint elsősorban egyébként egy következmény, tehát hogy valóban szeretjük azt gondolni, hogy a magyar agrárium az erős, de az a helyzet, hogy ez a válság most megmutatta, hogy abszolút ez csak egy álló. Tehát ha megnézzük a tényeket, és megpróbáljuk azt megvizsgálni, hogy a magyar agráriumnak és a magyar élelmiszeriparnak a számszerűsítető termelékenysége az mekkora, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egységnyi erőforrásból mennyi kibocsátást tud előállítani, és nyilván minél kevesebb erőforrást kell használnom, ugyanannyi egység termékeállításához, akkor annál hatékonyabb vagyok, annál jobb a termelékenységem. Szóval, hogyha ebben rangsort látunk az Európai Uniós tagországok között, akkor az a helyzet, hogy az Európai Unión belül egyedül Bulgária áll rosszabbul, mint Magyarország. Tehát a második legrosszabb termelékenységű agrárium, illetve élelmiszeripar a miénk. Gyakorlatilag azt jelenti, hogyha szeretnénk ugyanannyi terméket előállítani, mint az Európai Unió átlaga, akkor nálunk drasztikusan több munkaerő, drasztikusan több energia, drasztikusan több tőke szükségeltetik. Márpedig az elmúlt 3 évben nem sok mindennek változott az ára, csak ugye az energiának ment nagyon komolyan fölfelé, meg a munkaerőnek, meg a tőkének, ugye a kamatkörzet miatt. Tehát mind a három tényezőben, ami egyébként hátránya a magyar élelmiszeriparnak, és a hátránya a magyar agráriumnak, abban olyan sokkok érték a globális gazdaságot, ami elől nem volt már menekvés. Tehát ilyen alacsony termelékenység mellett nem csoda az, hogy ilyen mértékben megugrott a termelési költség. De önmagában ez ugye még nem jelenti inflációt, abban az esetben, hogyha nem tudom áthárítani. De át tudták hárítani a vállalatok, pont ez a lényeg. És akkor itt jön be megint a kereslet-kínálat kérdése. Hiszen volt kereslet, volt fizetőképesség, hajlandóak voltak a vásárlók egyre több és több pénzt költeni, mert volt még pénzük, volt még lehetőségük vásárolni, kaptak ugye többlet jövedelmet akár a bérnövekedésen keresztül, akár az egyszeri kormányzati juttatásokon keresztül, vagy éppen a Covid alatt fölhalmozott megtakarításokon keresztül, amit kényszerűségből nem tudtak elkölteni. És ez kreált egy olyan helyzetet, hogy jöttek a költségsokkok, a vállalatok látták, hogy van kereslet, ezt át lehetett hárítani, és akkor gyakorlatilag el is jutottunk oda, hogy miért nálunk az egyik legmagasabb gyakorlatilag a világon az élelmiszer infláció. Tehát ez a fajta termelékenység számos problémát hozott magával. De emellett egyébként voltak olyan országspecifikus tényező, ami megint csak máshol nem volt. 2022 nyarán a költségvetés finanszírozhatóság érdekében adóváltozásokat jelentettek be. Itt a kiskereskedelmi extra profit adóra gondolok. Ugye voltak egyébként különböző jövedéki adóemelések, voltak népegészségi termékadóemelések, tehát voltak bizony olyan tényezők, amelyek egész egyszerűen a gazdaságpolitika változása miatt többlet inflációt generáltak, nem azért, mert ezt áthajtották, hanem azért, mert egész egyszerűen ez beépült az árba. Tehát itt megint csak volt egy olyan tényező, ami Magyarországon megjelent, és hát bár valóban szeretjük azt gondolni, hogy Magyarország erős agráriummal bír, de ettől függetlenül nagyon-nagyon magas az élelmiszer import Magyarországon.
És most ne csak arra gondoljunk, hogy banánt meg narancsot importálunk. Tehát nagyon-nagyon sok alapanyagot, élelmiszeripari alapanyagot kell importálnunk, nagyon sok például műtrágyát, gyártunk itthon is, de ebből is nagyon sokat importálunk, és itt megint bejön az árfolyam hatás. Tehát, hogyha 25%-kal gyengül az árfolyam, tehát adott termékért csak a forint gyengülése miatt 25%-kal többet kell fizetnem, plusz egyébként is drágult minden a világban, akkor ez megint csak részben megmagyarázza azt, hogy nálunk mitől rakódott ez a sok-sok-sok tényező úgy egymásra, hogy aztán a végén tele kijött belőle egy majdnem 50%-os élelmiszerinfláció. Már többször említette, és ez egy érdekes kérdés, aspektus a fejleményeknek, dolgoknak, hogy ugye itt át tudták hárítani a fogyasztókra ezeket a hatásokat. Na most én ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ugye gyakran a kormányzat éveken át sokszor hangoztatta azt, hogy hát itt nem bankoktól kezdve mindenik, semmilyen tranzakciós költségtől kezdve semmit nem engedünk, hogy áthárítsanak a fogyasztókra. Közben egyébként gyakorlatilag szinte mindig azt látjuk, hogy szinte minden szektorban áthárítanak mindent a fogyasztókra. Ha egy kicsit általánosan nézem, kormányzatoknak milyen lehetőségük van arra, hogy valóban ne, vagy legalábbis minimálisabban próbálják meg áthárítani a költségeket a vállalatok. Van erre bármilyen eszköz? Én azt gondolom, hogy ezt adminisztratív oldalon nem nagyon lehet megoldani. Ez megint csak ugyanaz a kategória, amikor nagyon sokszor előkerül az a nagyon remek politikai ötlet, hogy hát csökkentsünk áfát, és akkor lejjebb mennek az árak. Igen, csak nem lehet árrendőrséget alkalmazni, és minden egyes termelő mellé egy árrendőrt odaállítani, hogy akkor most ő tényleg leviszi annyival az árat, vagy nem. Tehát egész egyszerűen nem lehet ezt így kordában tartani. Tehát egész egyszerűen így működik a piac, hogyha a kereslet és kínálat egyensúly a felből, akkor valamilyen irányba el fog dőlni ez az árdominó. De ennek van pozitív oldala is, és ezt látjuk most jelen pillanatban. Tehát egész egyszerűen most kötelező akciók ide vagy oda, enélkül is már láthatóan lefelé mennek az élelmiszerára. Miért? Mert egész egyszerűen nincsen kereslet a magyar gazdaságban. Szemben 2022-ben, 2023-ban összeomlott a kereslet. Azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi forgalom, és most az üzemanyagot ebből levesszük, nagyjából 10%-kal zsugorodik éves összevetésben. Ha jól emlékszem, akkor a zsinórban nagyjából egy 6 hónapja legalább csökken a kiskereskedelmi forgalom, de lehet, hogy van az már 9 is. Tehát gyakorlatilag egészen elkezdett elfogyni az embereknek a pénze. Ideig, óráig ez még működött, mert még volt megtakarítás, még azért nem szaladtak el annyira az árak. De elértünk egy olyan árszintet, amikor azt mondták a vásárlók, hogy oké, nem tudom fönntartani azt az életszínvonalat, amit eddig fent tudtam tartani, mert annyira elszaladtak az árak. Két opcióm van, vagy elkezdem a megtakarításaimat leapasztani, és ezzel próbálom fenntartani a megszokott színvonalat, vagy egész egyszerűen feladom azt az életet, amit eddig éltem, és az olcsóbb termékek irányába próbálok elmozdulni, vagy egész egyszerűen kevesebbet vásárolok, és lemondok nem szükséges vagy luxus termékekről. És amint ez az átállás megtörténik, elkezd összeesni a fogyasztás, elkezd összeesni a kiskereskedelmi forgalom. És ilyenkor mi történik a piacgazdaságban? Azt mondja a vállalat, hogy hát kérem szépen, ott vannak a polcon a termékek, nem tudom eladni őket. Áll a raktárba a termék, le fog járni, nem tudok vele mit csinálni. Hát mit csinálok? Vagy lenyelem veszteségként egy ilyen helyzetben, vagy azt mondom, hogy hát árat már nem tudok növelni, abból nem tudom a profitomat fenntartani, vagy valamennyi profitot megtartani, akkor egy ilyen zsugorodó pite esetében, ha én nagyobb szeletet akarok magamnak kihasítani, akkor egész egyszerűen azt kell, hogy volumenben győzzem le a többieket, több vásárlót vonzzak be az én üzletembe. Ezt hogy tudom megtenni? Akciókkal, alacsonyabb árakkal. És elsőre nyilván ez nem hangzik logikusnak, de pont egy ilyen helyzetben az lesz a nyerő stratégia, az lesz a nyerő áruházlánc, aki képes ideig, óráig átmenetileg a veszteségeket elviselni, de közben több vásárlót vonz be, és a végén egész egyszerűen azzal, hogy bár kisebb profitot termel egy-egy terméken, de sokkal többen vásárolják azt, mégis ő fog tudni a legjobban kijönni ebből. Tehát tud működni a piacgazdaság, és megint ezt látjuk, hogyha nem nyúlkálunk bele árszabályozásokkal, akkor is elindul lefelé, és ennek már láttuk
láttuk a hatását, akkor is indulnak lefelé az árak, mert egész egyszerűen így működik a piac. Eltűnt a kereslet a gazdaságból, és a látok kénytelenek voltak igazítani magukat ehhez a valósághoz. És ezen alapvetően nem azt fog segíteni, hogy ilyen kínálatot növelek, nem azt kell, hogy többet kell termelni, hiszen pontosan nem arról beszélünk, hogy most kínálati sokk van a gazdaságban. Nagyon sok helyen most azt halljuk, hogy különböző intézkedések révén azt akarják elérni, hogy legyen kínálat. Nem kínálatot kell teremteni, nem egy olyan világot élünk most, ahol a kínálattal van probléma. A kereslettel van, a kereslet zuhant össze, és ez szépen húzza és lefelé az inflációt, és ez így van jól. Tehát megint csak közgazdasági szemüveget felrakva, és nem a szociológiai, meg társadalmi problémák felől közelítve, igenis az, hogy összeomlott a fogyasztás, igenis az, hogy recesszióban van, technikai recesszióban van a magyar gazdaság, ez egy szükséges rossz. De ebből a szempontból ez egy jó dolog, mert ez segít letörni az inflációt. Nem azért fékeződik az infláció, mert valahol valaki azt megkérte, hanem egész egyszerűen a piacgazdaság működése nyomán elkezdtek alkalmazkodni a vállalatok. Nincsen kereslet, le kell vinnem az árat, hogy el tudjam adni a terméket, és talán ne csak benne álljon a költségem, és ne kidobni kelljen utána a termékeket. Tehát ebből a szempontból tud működni bizony megint csak a dolog, de minél inkább megpróbáljuk mikromanedzselni ezeket a dolgokat, mivel egyre több helyre próbálunk oda nyúlkálni, mindennek egyre több mellékhatása lesz, és ebből tud kiesni aztán az, hogy a végén már azt se tudjuk, hogy hova kapjunk, mert annyi mindent kéne egyszerre szabályozni, meg annyi mellékhatást kéne kezelni, és előbb-utóbb itt a rendszer szét tud esni. Tehát ezért lenne jó, hogyha egyszer is mondjuk, hogy egy picit hagynánk a piacot magától működni, és nyilván lesznek fájdalmasabb kiigazodási pontok, de azt már most látjuk, hogyha ezt csak úgy hagynánk leketyegni ezeket a sokkokat, messze nem 2008-2009 körüli világgazdasági válság utóhatása lenne. Tehát ennél sokkal jobb állapotban volt már a gazdaságunk, tehát már alapból nem tudtunk volna egy ilyen nagyon brutális, nem tudom, sokkot generálni magunknak, de most van az a helyzet, hogy igen, megpróbáltuk, nagyjából megtettük, amit meg lehetett tenni, hogy politikailag, meg társadalmi, meg minden más szempontból megvédjük a lakosságot, de most van az, hogy már látjuk, hogy így ki van feszítve a annyi védőhálóval, hogy most már úgy igenis essünk le. Tehát, hogy nem fogjuk magunkat annyira megütni, most már látszik, hogy nem a tizedikről esünk, csak egy lépcsőfokot, és bízunk abban, hogy nem fogunk tudni olyan rosszul esni, hogy ebből egy óriási tragédia legyen, ez már most látszik, de ennek ellenére megint az a tapasztalat, hogy még több helyről próbálnak meg itt-ott belenyúlni a rendszerbe, hogy még véletlenül se legyen ebből probléma, csak pont ebből szokott ez a klasszikus túlféltés kategória, amikor aztán annyira túlmegy minden határon, hogy egész egyszerűen képtel lesz a gazdaság magától egyszer csak működni, mert mindenhonnan úgy ki van párnázva. Hát ugye a kormányzati kommunikáció szerint az inflációnak van még egy nagyon fontos, tehát az inflációt okoz még egy nagyon fontos dolog, méghozzá ugye ez a háborús infláció és az ezzel járó ugye uniós szankciók Oroszországra nézve. Csak jegyezzük meg zárójelben, hogy a háborús agresszor Oroszországban jelen pillanatban 2,5% az infláció, az élelmiszer infláció, meg nem infláció, hanem 1%-os deflációban van. Na, zárójelet bezárva. Érdekes helyzet, hogy ugye az unió Oroszországgal szembeni szankcióinak milyen hatása van akár infláció és gazdasági szempontból, és az esetünkben milyen hatásai vannak ezeknek a szankcióknak valójában? Két nemzetközi intézetet szeretnék most ide citálni, akik megvizsgálták ezeket a különböző dolgokat és tényezőket. Az egyik ilyen, és valóban nem én találom ki, létezik ilyen, az élelmiszerválságok elleni nemzetközi szövetség. Ők csináltak egy tanulmányt, és azt találták, hogy már 2020-ban elkezdődött globálisan egy nagyon komoly élelmiszer ár emelkedés. És ennek az ár növekedésnek az okai közé sorolták a pandémiát, illetve a pandémiával járó lezárásból fakadó szállítási meg ellátási fennakadásokat. Azt mondja, a lezárásokat követően megnövekvő energiaigényt, és az ezáltal energiaársokkot. Szintén az okok közé sorolhatók a szélsőséges és száraz időjárási körülmények,
illetve az importtól nagyban függő országok valutájának a leértékelődése. Tehát ezek azok a tudományos tényezők, amelyek hozzájárultak gyakorlatilag az élelmiszer inflációhoz. És ebben nem beszéltünk semmi olyan dologról, amit itt a kérdésben felvetettünk, tehát itt gyakorlatilag a háborúról szó nincsen. Az ENSZ-nek az élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, ők is csináltak egy kutatást, és ők is azt találták, hogy az élelmiszer áremelkedés nem a háborúnak köszönhető, ugyanis az már a koronavírus járvány idején növekedésnek indult, és valóban a háború kitörésekor volt egy egyedi sok, ott volt egy megugrás az ellátási problémák miatt, de a háború kitörését követő hónap után, tehát már gyakorlatilag egy-két hónapon belül egy lassú, de stabil csökkenésnek indultak a globális mezőgazdasági árak. Tehát kimutathatóan, és több szervezet által bemutathatóan, nem ez okozta gyakorlatilag az infláció sokkot. Szerepe volt valamennyire részben, de nem emiatt szállt el a világon gyakorlatilag az élelmiszer infláció. Arról nem is beszélve, hogy itt ugye egy olyan energiaársokról beszélünk jelen pillanatban, ami nem a világot érintette, hanem Európát érintette. Ebben a tekintetben valóban mondhatjuk azt, hogy itt a háborúnak van egy egyedi hatása, hiszen ez a fajta energiaáremelkedés, ugye volt egy a covidos időszak alatt, az egy globális jelenség volt, és van most, ami valóban ahhoz köthető, hogy egész egyszerűen a szankciók hatására az európai gazdaságnak át kell állnia egy teljesen más üzemű működésre, ha úgy tetszik. És ennek bizony ára van, ez problémát jelentett, ez okozott egy ársokkot, és ezért nem Amerikában, meg a világ más tájában láttuk azt, hogy megugrott az energia ár, hanem Európán belül, hiszen Európa az, ami egy olyan gazdasági berendezkedést vitt, amelynek az volt a lényege, hogy keletről olcsón importálunk energiát, abból amennyire lehetséges, annyira magas hozzáadott értékű high-tech terméket állítunk elő, és ezt értékesítjük a világban. És ez a gazdasági modell egészen addig működőképes, amíg számíthatunk az olcsó keleti energiára. Ha ez megszűnik létezni, akár a szankciók miatt, akár bármi más miatt, onnantól kezdve ez a gazdasági modell nem működik. Át kell állni egy másik gazdasági modellre, ennek pedig ára van, mint mindennek. Tehát egy gazdasági szerkezetváltásnak ára van, és időbe telik. Ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megtenni. És éppen ezért láttuk azt, hogy igen, valóban okozott Európában ez problémákat, de mára ezeket a problémákat nagyjából ki tudtuk mozogni. Tehát nem szakadtak össze az ellátások, nem fogyott senki halálra a télen, mint ugye attól mindenki félt, hogy elfogy majd gyakorlatilag a gáz, le kell állítani majd a különböző termelőszolgáltatások, vagy a termelőket, a szolgáltatásokat, és teljesen komoly energiakrízis lesz, és ezt megúsztuk. Tehát képesek voltunk rugalmasan átalakítani az energiafelhasználást is, azt, hogy honnan szerezzük be az energiát, tehát abszolút megint csak működik a rugalmasság, ha rá vagyunk kényszerítve. Tehát ebből a szempontból igen, okozott egy egyedi sokkot, de alapvetően ezen már túl vagyunk. És megint csak azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon kiragadott dolog, hogy most itt háborús infláció. Nyilván részben, egy minimális részben okozott ez sokkot a másik tizen nem tudom hány tényező mellett, amiről itt az elmúlt percekben mi beszélgettünk. Tehát része az egyenletnek, de nem önmagában határozza meg ezeket a folyamatokat. Ugyanúgy, hogy az európai gazdasági helyzetnek is része az, hogy most zajlik egy háború, hogy itt most olyan gazdasági és gazdaságpolitikai döntések születtek, amellyel azt gondolják az európai vezetők, hogy hosszú távon valamiféle célt lehet elérni. Én nem vagyok külpolitikai szakértő, nem is szeretném megítélni ezeknek a szankcióknak a hatásosságát vagy a hatékonyságát ebből a szempontból. De igenis, látható volt, hogy ennek lesznek mellékhatásai, ezekre a mellékhatásokra fel kell készülni, nagyjából Európa egész jól átvészelte, de innentől kezdve pedig egy szerkezetváltás van. A nagyobb probléma egyébként európai szinten nézve az, hogy egy annyira lassú, lomha szervezeti berendezkedésű egységről beszélünk, hogy bármiféle változást nagyon nehezen tud lekövetni,
Éppen ezért azt mondom, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény, hogy ezt a fajta válságot, amit a háború generált, ezt képes volt úgy, ahogy kimozogni az európai gazdaság. Nyilván nincsen, nem tudom, kitörő jó állapotban a gazdaság, de nem is omlott össze. Tehát nagyjából ott is egy nulla körüli stagnálást tud az euróvezet felmutatni, de alapvetően egyelőre a lehető legtöbbet ki tudtuk hozni, vagy ki tudták hozni ebből a nagyon nehéz helyzetből a gazdaságok. De itt megint csak újonnan újabb problémák kerülnek elő. Gondolok itt például az Egyesült Államoknak ugye az új gazdaság ösztönző lépéseire. Ugye ez az infláció csökkentő törvény, Inflation Reduction Act, ugye, amit ők így hívnak. Ugye itt gyakorlatilag arról szól minden, hogy a visszatérő tőkét kell támogatni, ne külföldről vásároljunk mindent, hanem vonzunk be a tőkét, itt termeljenek, országon belül termeljenek a vállalatok, támogatjuk a zöld átállást, támogatjuk gyakorlatilag azt, hogy minél több termelés jöjjön vissza az országon belülre. Ezt csinálja egyébként Kína is. Európa is valamit szeretne, csak olyan lassan őrölnek azok a malmok, hogy mire eljutunk odáig, hogy valamilyet csinálni az Európa jó, már elmegy mellette Kína, meg elmegy mellette az Egyesült Államok. Tehát ebből a szempontból megint csak egy nagyon összetett problémáról beszélünk, és nem csak egy tényezős az a helyzet, ami révén azt látjuk az európai gazdaságokban, hogy azért nem éppen úgy működnek a dolgok, ahogy azt mondjuk az elmúlt 20-30 évben megszokhattuk. Ha egy picit belemegyünk az energiaválságba, azért az egy érdekes tényező, hogy ugye a legnagyobb probléma az volt, és például Magyarországnak is az volt a kifogása a földgáz, illetve később a kőolajjal kapcsolatos bármiféle szankcióktól, hogy ugye Kelet-Európa az kifejezetten az orosz olajtól függ nagyon nagy mértékben. Ugye azt láttuk, hogy az árak megugrottak, itthon akkor megcsinálják a rezsivédelmet, viszont ugye most az látszik, hogy azért itt is működik a piac, és a földgáz ára, illetve a kőolaj ára is megy lefele, miközben nálunk még ugye hosszabb távú szerződések miatt sokkal drágább a földgáz, meg a kőolaj. Na most ez hogy néz ki, hogyan történt ez az átállás, hogyan történhet az átállás, honnan vannak források arra, hogy ezt az orosz olajat, ami mondjuk azt hiszem, hogy jól tudom, az egész EU-ban nézve ilyen 40-45%, ezt kiváltsuk másra. Ez nyilván egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. És ugye a legfontosabb probléma az energia kapcsán, hogy nagyon sok esetben fizikai hálózatokhoz vagyunk kötve. Tehát nem arról van szó, hogy én gondolok egyet, és majd valahonnan máshonnan behozatom az adott terméket. Tehát itt gyakorlatilag fizikai infrastruktúra van kiépítve, és itt nem nagyon lehet ezzel kapcsolatban gyors változásokat hozni. Nyilván lehet cseppfolyósított gáz többet vásárolni, de azt is olyan országok, amelyeknek nincsen gyakorlatilag tengeri kapacitása, ők ezt kénytelenek valamilyen módon földi infrastruktúrával megoldani, és ezek is mind-mind időbe telnek. Tehát az, hogy itt egész Európa nagyon gyorsan le tudjon válni erről az orosz energiagazdaságról, ez nem elképzelhető. Ezt meg kell tenni, ezt el lehetett volna már kezdeni korábban, de mondom, volt egy olyan gazdaságszerkezet, ami gyakorlatilag, ha úgy tetszik, elkényelmesítette az európai gazdasági vezetőket. Mert azt mondták, hogy van olcsó energia, én ebből tudok magas hozzáadott értékű terméket állítani, megvan belőle a profitom, hát mi bajom lehet. Nyilván senki nem gondolt arra, hogy a 21. században, még Európában háború fog dúlni, és innentől kezdve nyilván egy kicsikét úgy belealudtunk ebbe a biztonságérzetbe. És nem volt meg az a fajta diverzifikáció, az arra való törekvés, hogy bármi történik, akkor úgy próbálj meg több lábon állni. Egyébként ugyanez felhozható a globális termelési láncok ellen is. Tehát mindenki ugye olyan rendszerben működtette a termelést, hogy a világ különböző pontjain, de leginkább Kínában, ugye voltak az összeszerelő üzemek, oda szállítottak dolgokat, onnan részeket, meg alkatrészeket hoztak be, itt-ott összeszerelték őket, azért minden egy nagy globális csőben folyt, ha úgy tetszik. Aztán egyszer csak homokszem került a gépezetbe, jött a Covid, jöttek a lezárások, úgy megállt minden, és mindenki rájött arra, hogy hát tud olyan történni a világban, hogy nem működik ez a rendszer. Akkor meg kell találni azokat a lehetőségeket, amivel ezeknek a kockázatoknak kevésbé vagyunk kitéve. Igen, nem csak ugye, amikor ezt így megpróbáljuk már egy válság után
ezeket megcsinálni, ott már nagyjából eső után köpönyek, tehát hogy ezért azt mindig előre kellene valamire gondolkozni. A probléma az, hogy addig ez a befektetés nyilván nem éri meg, amíg nem látjuk azt, hogy milyen ára van annak, hogyha nem készültünk fel erre a fajta negatív eseményre. Amikor pedig bekövetkezik, hát akkor nyilván onnantól ez a költség nem számít alapon, meg kell csinálni az átállást. Csak ezt mondom, főleg az energia esetében, ez egy nagyon-nagyon hosszadalmas időszakaszba fog telni, de ebbe az irányba adunk, és nyilván ebből a szempontból a zöld energia, a zöld energiára való átállás lehet az egyik kulcs. És ugye itt pedig megint csak visszakötve az inflációra, van egy olyan téma, ami miatt azt kell mondjuk, hogy egy teljesen új időszak előtt áll a világgazdaság. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy folyamatosan zajlott a globalizáció, mindenki mindent azonnal akart fogyasztani, mindent a lehető leggyorsabban előállítani, az ellátás biztonság alapvetően nem számít, a környezetvédelem kevésbé számít, és alapvetően egy ilyen állapotban működött a gazdaság. És most olyan sokkok sorozata érte a világgazdaságot, ami révén egy kicsikét át kell gondolni azt, hogy miként is tud működni a világgazdaság. És egy ilyen időszakba lépünk, ami gyakorlatilag három tényező fogja fémjelezni. Az egyik a deglobalizáció, a másik a dekarbonizáció, és a harmadik egyébként már régebb óta velünk lévő probléma, csak ezzel se sokat foglalkoztunk, a demográfiai kihívások. És ez a három tényező együttesen egyébként inflatórikus, tehát többleti inflációt generál. Hiszen a deglobalizáció révén nem az a fontos, hogy mindent a lehető legolcsóbban állítsak elő, hanem mindent a lehető legbiztonságosabban tudja kelteni, hogyha bármi probléma akad a rendszerben, legyen puffer benne. Ez nyilván költségesebb, ez többleti inflációt generál. A dekarbonizáció, ugye ez kap most egy nagyon erőteljes lökést az energiaválság miatt, egész egyszerűen erőltetni kell a zöld átállást, a függetlenedést, ezt meg lehetett volna lassabban, fokozatosabban, kisebb költségekkel tenni, most ennek nincs itt az ideje, ezt erőltetni kell, ennek nyilván meg lesz az inflációs többlete. A demográfia révén pedig nyilván, hogyha a fejlett gazdaságban próbáljuk ezt a fajta átállást, a dekarbonizációt, meg a deglobalizációt véghez vinni, ehhez humán erőforrás kell. Csak ennek jelen pillanatban demográfiai korlátai vannak, és alapvetően lesz egy folyamatosan megjelenő belső inflációs nyomás a strukturális munkaerőpiaci problémák miatt. Ugye majd mennek fölfele még jobban a bérek, ezt látjuk Amerikában, ezt látjuk Németországban, már most mennek fölfele a bérek, és ez megint csak inflációt fog generálni. Tehát nagyon-nagyon érdekes tényezőkre tud rávilágítani egyébként ez a mostani helyzet, olyan tényezőkre, amikre szerintem az elmúlt 5-10-20 évben nem is sokat gondoltunk. Ha így a műsor végén egy picit előre tekintünk a jövőbe, már itt ugye említettük, hogy milyen kihívások előtt áll a világ, de a kicsit az inflációnál maradunk még. Ugye az eurózóna jelenlegi infláció most 6,1%, európai átlagban 7,1, ugye nálunk egész magas, egy nagyon, hogy is mondjam, ambiciózus tervként a kormány egyszámjegyű inflációt szeretne az év végére. Most, hogyha az előrejelzéseket és a folyamatokat nézzük, akkor ez egy tartható dolog-e, vagy hogy alakul itt mondjuk, nem tudom, ilyen egy éven belül ez a dolog? Ugye, amikor itt beszélgettünk egy kicsit régiós kitekintésben, meg az eltérő inflációs például behangzott az, hogy azért Európában már lefelé jön az infláció, és ez mindenképpen segíti egyébként a magyar kilátásokat is, hiszen alapvetően azt mondhatjuk, hogy ha a világon mindenhol, de legalábbis fontosabb külkereskedelmi partnereinknél már enyhül ez az árnyomás, akkor ezt az enyhébb árnyomást importáljuk, és ez nekünk természetesen segít. Plusz erősödik a forint is, jóval erősebb, mint azt láttuk gyakorlatilag 2022 végén, ez megint csak segíti az infláció letörését. Ami szintén segít, ahogy erről is beszélgettünk, az összeomló kereslet, és az a fajta vállalati verseny, ami most a vásárlókért folyik, és ez egy folyamatosan fékeződő inflációban, esetleg akár csökkenő árakban is testet ölthet. És mindezeket a tényezőket, hogyha egymás mellé rakjuk, és beszélünk a bázis hatásról, arról, hogy tavaly milyen óriási lépcsőkben, ugrásokkal mentek fölfelé az árak,
akkor pusztán statisztikai szempontból is nézve, eleve vannak már a lefelé ható húzó erők, és plusz még itt van ez a bázis hatás, innentől kezdve gyakorlatilag borítékolhatjuk az évvégi egyszemjegyi inflációt. Sőt, tovább megyek, az ING Bank legfrissebb számításai szerint már novemberben 10% alatt lehet a Magyarország éves infláció üteme, most olyan 9,5%-os mutatóval számolunk novemberre, és olyan valahol 8-9% körüli mutatóval decemberre. Bár ezzel természetesen az infláció elleni harc nem ért véget, de legalább már jó irányba haladó, igazándiból akkor ér majd véget harc, amikor azt látjuk, hogy megint 3% környékén tud stabilizálódni az infláció, de ehhez még elég sok mindent kell tennie, mind a költségvetési politikának, mind pedig a jegybanknak, tehát a monetáris politikának, mind a kettőnek folyamatosan arra kell törekedni a következő időszakban, hogy bizony inkább amennyire lehet ne a növekedést ösztönözze, hanem az inflációt fékezze, és ehhez bizony egy nagyon-nagyon tudatos gazdaságpolitikára van szükség. Hát én bízom benne, hogy ezt látjuk majd a következő hónapokban, és akkor nem csak az egyszemélyi infláció lesz elérhető idén év végére, hanem gyakorlatilag majd 2024 végére, 2025 elejére arról beszéltünk, hogy magunk mögött hagytuk ezt az extrém inflációs időszakot, és megint a megszokott 3% körüli inflációs mutatóról beszélgethetünk majd. Hát azt hiszem, beszélgetni fogunk még erről. Virovácz Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem a műsorban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az eheti brüsszeli percekben NATO, illetve azon belül az Ukrajna-NATO csatlakozásának témájáról fogunk beszélgetni brüsszeli tudósítónkkal, Arató Lászlóval. Szervusz Laci, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, és köszöntök mindenkit, aki minket hallgat. Na, hát ugye itt az elmúlt hónapok NATO-Ukrajna kapcsán arról szólt, hogy a vilniuszi csúcson, ami előttünk áll, még Ukrajna ambicionálta magát, hogy akár a előszobának tekintett megtagságból kap egy állandó tagságot a NATO-ba. Na most úgy néz ki, az elmúlt napok fejleményei felé mutatnak, hogy hát le kell hűteni az ukrán reményeket, hiszen először Joe Biden közölte, hogy hát azért nem automatikus az, hogy Ukrajnát olyan gyorsan fölvennénk a NATO-ba, illetve most beszélgetésünk előtt nem sokkal ért véget a NATO főtitkár Jens Stoltenberg, illetve a német kancellár találkozója, amelyben gyakorlatilag Stolz kancellár is hasonló jelleggel ismételte meg ezt, hozzátéve azt is, amit Stoltenberg úr is mondott, hogy ugye elsősorban a NATO most arra fog összpontosítani, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát, illetve kidolgoznak egy hosszú távú tervet azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna hogyan csatlakozhat a NATO-hoz. Szóval itt állunk most, mi a helyzet, miért változott ez, meg mi történt? Én nem gondolom, hogy ilyen nagyon nagy változás lenne, és szerintem ezt tudják az ukránok is, meg úgy a szövetségen belül mindenki így gondolja, csak esetleg másképp beszél róla. Tehát addig, amíg Ukrajna hadban áll, addig nem fog meghívót kapni. Ezt van, amikor világosan, van, amikor kevésbé világosan, de érthetően azért elmondják a tagállamok képviselői, meg a NATO főtitkára is, szóval azt nem kockáztatja meg, nem is lenne értelme annak, hogy egy meghívót küldjön a NATO az ukránoknak addig, amíg nekik ennél nagyobb problémáik vannak, meg ezzel együtt az egész világnak, ugye. Ami viszont fontos, és talán erről kevesebbet lehet hallani, az az, hogy magát a felvételi folyamatot azonban majd, hogyha ott tartunk, rövidíteni fogják, tehát vagy egyszerűsíteni. Van a felvételi eljárásban egy ilyen tagsági cselekvési terv nevű intézmény, amin minden tagjelölt országnak át kell esnie. Ez azt jelenti, hogy ez a tagságra való felkészülés, a követelmények teljesítését jelenti, ilyen célirányos segítségnyújtás, tanácsadás a csatlakozni vágyó tagállam jelölt részére. Ezt a lépcsőfokot kihagynák, erről már egyértelműen nyilatkozott a német védelmi miniszter, és az Egyesült Államok is megerősítette ugyanezt. Ez elhangzott múlt héten, amikor a védelmi miniszterek találkoztak itt Brüsszelben. Gyakorlatilag ez egy eléggé érthető dolog. Tehát egyrészt amellett, hogy ez mondjuk időt lerövidíti az eljárást, másrészt meg tulajdonképpen ez zajlik most, tehát ami segítséget ad a NATO
az ukránoknak, az pontosan ez a gyakorlati tanácsadás, meg célirányos segítség, annyi különbséggel, hogy az ukránok élesben próbálják ki azokat a formulákat, eszközöket, amiket a NATO-ban használnak a tagállamok, és hát NATO tagként majd nyilván nekik is alkalmazni kell. Szóval én azt gondolom, hogy ez még talán jelentősebb vagy fontosabb dolog annál, mint hogy az első számú vezetők mit mondanak arról, hogy konkrétan mikor lehet Ukrajna tag, amíg hadban áll, addig semmiképpen, és akkor ez befolyásol mindent, és nyilván minden NATO lépés meg arra irányul, hogy minél jobb pozícióban legyenek az ukránok, amikor a háború végén el lehet kezdeni majd a békéről tárgyalni, és persze ebben benne van az is, hogy a NATO sem akarja azt, hogy az ukránok feladják, vagy megadják magukat, tehát hogy nem úgy szeretnék elérni a háború végét, hogy minél hamarabb és tök mindegy milyen áron, hanem hogy Ukrajna ebből, hát lehet ilyet mondani, hogy nyertes pozícióban kerüljön ki, de lefordítva a terület integritásának megtartása mellett. Ha egy picit más aspektusból nézzük, ugye azért láttuk itt az elmúlt időszakban hosszú évek óta Magyarország a kárpátaljai kisebbség jogaira való hivatkozással, ugye Ukrajnát gyakorlatilag blokkolta a többek között a NATO-ban is. Ezek a fejlemények, vagy a jelenlegi alakulás magyar szempontból mit jelent, hogy áll most, mit lehet tudni Brüsszelben, hogyan vélekednek erről? Átlépett a történelem ezen a magyar ellenálláson, ami nem jelenti azt, hogy megszűnt, vagy ne lenne későbbiekben még hatása vagy következménye, de ugye ennek az volt a legjellemzőbb, vagy legszembetűnőbb megjelenési formája, hogy mindenféle magasabb szintű közös fellépést, tanácskozást Magyarország blokkol, tehát ez a mondjuk praktikusan a miniszteri szintű együttműködést és a fölött így jelenti. Ilyen nem volt az elmúlt években, mert hogy Magyarország nem járult hozzá ahhoz, hogy összehívja a NATO főtitkára. A NATO főtitkára egy-két hónappal ezelőtt gondolt egyet, és azt mondta Szijjártó Péternek, hogy hát már pedig ezt össze fogja hívni, független attól, hogy mit gondol erről Magyarország. Megtette, és hát formailag talán lett volna olyan brossúra, hogy Magyarország azt mondja, hogy nem. De nem történt ilyesmi, hanem a magyar külügyminiszter nagy duzzogva tudomásul vette, és mondta, hogy ez a NATO egységének a megsértését jelenti, de hát most már akkor ez így történt, és minthogyha ez egy természetes folyamattá vált volna, múlt héten is itt volt az ukrán védelmi miniszter, ugyanúgy összehívták ezt a NATO-Ukrajna bizottságot. Sőt, a NATO tovább lépett, mert most Stoltenberg bejelentette azt múlt héten, hogy a NATO-Ukrajna tanácsot is össze fogják hívni a vilniuszi csúcstalálkozón, az pedig azt jelenti, hogy a NATO állam és kormány fői Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel fognak tárgyalni, tehát a legmagasabb szintű egyeztetés fog megtörténni a NATO csúcson, amit ugye elvileg megint lehetne blokkolni, de erre nyilván nem fog sor kerülni, mert hogy már ugye eddig is ez a magyar ellenállás, ez nyilván a színfalak mögött talán már hamarabb le lett rendezve, de most már mindenki számára teljesen látható rá vált ez a dolog, és valóban ebben a helyzetben nyilván óriási diplomáciai öngól lenne Magyarország számára, hogyha ez ellen bármit tenne, bár ugye ez nem mindig szokta zavarni a magyar diplomáciát, hogy esetleg öngolt rúg, de egyébként a későbbiekben még lehetősége lesz arra persze Magyarországnak, hogy amikor már ott tartunk, akkor a formális tagságot akadályozza, lassítsa. Nyilván ez a dolog nincs lejátszva, nincs lefutva, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete nincs megnyugtatóan rendezve. Ezzel egyébként, tehát a problémával tisztában vannak úgy a NATO-ban, mint az EU-ban, csak azt kérik a magyar kormánytól, hogy próbálják ezt két oldalú alapon rendezni az ukránokkal, vannak erre számos uniós és NATO-s intézmények, folyamatok, hát intézzék el ott, és ne vigyék be erre a szintre ezt a problémát, úgyhogy elképzelhető, hogy Magyarország majd ezt az utat fogja választani, de azt mindig hangoztatják, múlt héten is a honvédelmi miniszter hangoztatta egy Brüsszelbe, hogy de azért a későbbiekben a magyar kisebbség sorsa nem lesz független az ukrán NATO tagságtól. Ha már Vilnius és ha már magyarok,
Ugye, mi a helyzet, mi látszik most a svéd csatlakozással? Ugye itt Törökország és Magyarország az a két partner a NATO-ban, amelyik egyelőre még nem szentesítette a svédek csatlakozását. Ez mi esetünkben két dolog miatt is pikáns, ugye egyrészt 2026-ig mi svédektől leasingeljük a grippeneket, illetve hát ennek örvén ugye a héten volt egy olyan, múlt héten volt egy olyan, hát hogy is mondjam, diplomáciai hadfejlesztési botrány, amit a Washington Post megszellőztetett, hogy pont a svéd NATO csatlakozásnak a akadályoztatása miatt egy amerikai republikánus szenátor visszatart bizonyos amerikai fegyverbeszerzéseket. Szóval hogy áll most a svéd dolog? Igen, és én azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni valahogy a vilniuszi csúcsra, de hát azt kell látni, hogy a svédek már most is kvázi NATO tagként viselkednek, tehát benne vannak a közös hadgyakorlatokba, meg mindenféle együttműködésekbe, fegyverbeszerzésbe, stb. Tehát az összes NATO-s fórumra, rendezvényre a svédeket meghívják, ők ott ülnek, úgyhogy tehát gyakorlatilag nem nagyon van különbség köztük meg egy más NATO tagállam között. Az, hogy Magyarország ezt meddig tudja tartani, az egy jó kérdés. Hát addig biztos, amíg a törökök, de hogy a törökök ugye mikor adják be a derekukat, azt most még nem tudjuk. Szerintem nyilván nagyobb erőfeszítések folynak azzal kapcsolatban, hogy a törökök is járuljanak hozzá, mert hogyha az megvan, akkor, és hát nyilván így is van, akkor a magyar ellenállás is meg fog szűnni, bár azt elég nehéz lesz kommunikálni, hogy ugye most az a gond a svédekkel, a magyar kormánynak, hogy mindenféle jogállamisági kifogásokat fogalmaznak meg Magyarországgal szemben, hogyha mondjuk egy hónapon belül a magyar parlament is áldását adja a svéd tagságra, én nem gondolom, hogy egy hónap ez idő alatt a svédek mindenféle elnézéseket kérnének, és kanosszát járva falmut szórnak a fejükre, hogy ne haragudjon már rájuk a magyar kormány. Tehát semmi változás nincs egyébként, ugye nem is ide tartozó ügy, de nincs semmi változás nincs Svédországnak a politikájában azzal kapcsolatban, hogy hogy ítéli meg a magyarországi demokratikus folyamatokat, hogy a különböző szavazásokon milyen állásfoglalás mellett vannak, szóval lehetett fenyegetni a svédeket, de úgy látszik, hogy a svédekre az égvilágon semmilyen hatással nincs, és ettől függetlenül lesznek ők majd a NATO tagjai, de hát addig még ezeket a tiszteletköröket úgy látszik le kell róni. Na hát tényleg meglátjuk, szerintem erről is fogunk még beszélni. Laci, köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Ez volt a Reptér 21. adása. Jövő hét kedden is érkezünk izgalmas külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszonthallásra, Balogh Roland voltam.